Csodákat láttam, mert vágóképeket már készítettünk, és még ezután is fogunk, de itt olyan érdekességeket lehet látni, mint hogy szelektálni magvakat, olajat készíteni, és itt tovább. Szerintem nagyon sokan nem láttak még ilyet. Mivel foglalkozik alapvetően a cég, kedvesetele? Szeretettel köszöntöm én is a Körös Televízió nézőit. A cégünk az vetőmag forgalmazással és előállítással foglalkozik itt Szarvas térségében. Békés és Csongrád megyében vannak a területeink, ahol az itt feldolgozott termékeket állítjuk elő saját területen, saját vetőmagjainkból, és kínáljuk partnereink megelégedésére. Sok minden megterem itt ezeken a táblákon, de alapvetően milyen növényeket termeszt a cég? Alapvetően gabona és olajos növényeket termelünk, emellett jelentős a saját lucerna fajtánk előállítása is, és a két olajtök, héj nélküli olajtök fajtánk a szentesi futó és az oliva, aminek körülbelül 200 hektár területen állítjuk elő a termesztése, ott folyik ezeken a területeken. Mit lehet tudni ezen növényeknek a vegetációs időszakáról? Mikor kezdődik a növényi élet, és hogy zajlódik a fejlődés, és aztán mikor ér véget? Ugye a lucernát azt több évre vetjük, azt 5-6 évig termesztésben tartjuk, utána a kirítkul, akkor szántás után gabona növények kerülnek a helyére. A gabona növényeket van, amit őszi időszakban, szeptember, október hónapokban vetjük, és ők utána kerülnek júniusban betakarításra, a tavaszi vetésűeket, azokat pedig így április-május hónapban kezdjük el vetni. Majd most márciusban indul a talajelőkészítés, vetőágykészítés, és a következő hónapban pedig az őszi gabonáknak a növényápolása. A tököt azt május első hetében vetjük, és szeptember elején, közepén takarítjuk be. Neki a vegetációs időszakában tulajdonképpen egy mechanikai gyomírtás történik, egy kultivátorozás és egy kézi kapálás, így ezt teljes egészében vegyszermentesen állítjuk elő. Ez a vegyszermentes állapot, ez sokaknak vonzó és hívó szó, de közben a többi növénnyel is nyilván dolgozni kell. Egyáltalán hogy kell elképzelni a gazdálkodást, amikor a vetés elindul, ugye a gabonanövények esetében szeptember-októberben, majd most a tök májusban, akkor nyilvánvalóan vannak károsítói. És aztán természetesen ott az időjárás, amikor vagy az a baj, hogy sok az eső, vagy az a baj, hogyha nincs. Igen, így van. Nagyon sok károsítóval találkozunk, és az utóbbi évek időjárása elősegíti ezt, és a felszapadrodásukhoz nagyon nagy mértékben hozzájárul, itt főleg a rovarkártevőkre, és a, ugye ők a vírusvektorok tulajdonképpen, és az általuk terjesztett, vagy hát a növény sebzésein keletkező betegségekre gondolok. Próbáljuk alternatív módon vegyszermentesen megóvni növényeinket, és próbáljuk úgy betartani a vetésváltást, a vetésforgót úgy alakítani, úgy betartani, hogy ezzel is szolgáljuk a minél egészségesebb növényállományt. És éppen ezért kukoricát csak nagyon minimális területen termesztünk, mert a kukorica a mi talajadottságainknál jelentős fuzárium fertőzést generál, hagy vissza a szármaradvány, és ha nem tudjuk időbe lebontani, ezeken a talajokon megtelepszik a spóra, és utána a gabonanövényeknél az jelentős károsodást okoz, mind a vetőmagnál, mind pedig az árugabonánál. És hogyha vegyszermentesen gazdálkodik a cég, akkor ezt hogyan lehet megoldani, hiszen valóban vannak károsítók? Igen, úgy próbáljuk ezt megoldani, hogy rezisztens fajtákat vonunk termelésbe, és ezeknek a felszaporítását igyekszünk preferálni, és próbáljuk azokat is megkeresni, azokat a megoldásokat, gondolok itt arra a káliszappan használata, a levéltetvek ellen, és egyéb olyan új dolgokat is próbálunk meghonosítani és bevezetni a mindennapi munkánkba, amik azért újdonságszámba mennek a
mai mezőgazdaságban. És mit lehet arról tudni, hogy a tudás megszerzése az másoktól is származik, vagy éppen ide jönnek tanulni? Igen, hát a tudás megszerzése azért másoktól is származik, mert az interneten keresztül azért sok minden elérhető. Igaz, hogy a tavalyi évben elmaradtak azok a partner találkozók, amit a vetőmag előállítók, forgalmazók, vagy növényvédőszer előállítók, forgalmazók szoktak szervezni, és ezeken a találkozókon, ami információhoz hozzájutunk, azokat igyekszünk használni. De tavaly elmaradtak, de voltak online, voltak írásos anyagok, amiket megkaptunk, vagy azért a szomszédbeli gazdálkodókkal is tartjuk azért a kapcsolatot, ugye itt Szarvason azért szép számban vannak, akik ugyanígy mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak. Egy új gép bevezetését, egy új eszköznek a beszerzését azért mi is figyelemmel kísérjük, és ezt próbáljuk mi is honosítani, vagy figyelemmel kísérni, hogy ez a gép erre a területre jó, de arra éppen nem, akkor azt azért úgy válogatjuk meg, hogy ami nekünk megfelelő, az igazából az legyen, ami hozzánk jól adoptálható. Mit lehet tudni a termésről, mennyire volt elégedett a gazda a tavalyi évvel? Érdekes év volt nagyon a tavalyi. A mi területeink igazán kötött talajok. És úgy veszem észre, hogy akikkel beszéltem, akik jobb területen, magasabb aranykoronaértékű, jobb humusszal ellátott területeken és tápanyag vízgazdálkodás szempontjából is jobb területeken gazdálkodtak, ők elmondták, hogy volt olyan időszak, amikor az a csapadék hiány, ami volt, az meghatározta náluk a termés mennyiségét. Természetesen nálunk is befolyásolta, nem mondom, hogy nem. De a mi területeinken azért az alul megkötött, vagy a talajban megkötött és raktározott víz azért az utána később jobban hasznosult, és úgy érzem, hogy ez hozzá is járult ahhoz, hogy mind termés mennyiségben és minőségben jó évet tudtunk zárni. A felvevő piacról mit lehet tudni egyáltalán, hogyan találják meg egymást az eladó, illetve a vevők, és hogyha sok a termés akkor, ha kevés akkor, tehát ez egy nagyon változatos és nagyon kitett piac. Igen, ki vagyunk téve, ugye azért nem mi vagyunk a legnagyobbak a világon, és kitett a magyar piac, nagyon kitett a kereskedelmi igényeknek, vevő igényeknek, és ezen keresztül a kereskedő igényeknek. Van, amikor a vevő szinte a vevők egymás kezébe adják a kilincset, van, amikor úgy kell őket hívogatni, hogy van ez, van az, készletem van, mikor jöttek, hogy gondolod, mi lesz az ára, azért informálódik az ember, mondjuk ez információszerzésnek is jó, és velük is azért minden alkalommal beszélünk, de az idei év az a múlt év vége és az idei év eleje ezt valahogy megfordította. Olyan vevői igény jelentkezett, hogy az összes terményünket eladtuk, ami áru, gabona, áru, napraforgó és repce volt, az összeset. És hazai mivel, piacra. Igen, hazai piacra. És állandó vevőink, tehát akkor állandó partnereink, ők vásárolták meg tőlünk. A tárolókapacitásunk megvan, és az úgymond az egész éves terményünket le tudjuk tárolni, és így a legjobb ár elérésére tudunk törekedni. Természetesen vannak azért nekünk is kötelezettségeink, amiket ki kell elégíteni, és ahhoz ugye pénz szükséges, tehát volt, amit korábban adtunk el, volt, amit tároltunk, és feldolgozás, tárolás után értékesítettünk. Beszéljünk egy kicsit a feldolgozott termékekről, mert ez az izgalmas, ami még háziasszonyok számára is tényleg egy csodaszámba megy. Én még így nem láttam, hogy hogyan készül a tökmagolaj például, meg aztán a csomagolt tökmag. Lehetne erről többet megtudnunk? Igen. 2014-ben vásároltuk meg az AgroSelect Kft-t, és itt a tökmag, hely nélküli tökmagnak nagy hagyománya van, mert az előző tulajdonosok ezt a két fajtát vitték tovább. A vetőmagok mellett képződik egy jelentős mennyiségű áru alap, aminek az értékesítése ezen a hektikus és kitett piacon
nehézkes, és akkor gondoltuk egyet, egy régi partnere a cégnek megkeresett, hogy ő felszámolja az olajpréselést és a présüzemét, és tőle megvásároltuk ezeket a gépeket, és nekivágtunk. És az első, de egy kicsit igen, mert az első alkalommal telefonon próbáltunk segítséget kérni tőle, hogy állítsuk a gépeket, mi módon válasszuk le az olajról az olyan üledékes anyagokat, amiket mi most tulajdonképpen, ha szűréssel, akkor szűréssel, de ha ülepítése, csak hogy ez mennyi idő. Tehát voltak olyan rejtett dolgok, amiket a gép beállítása, hogy a prés pofát mennyire húzzuk rá, és ezt telefonon elmondta, de ugye, ha egy félfordulattal többet húzok, az már másként áll. Ha kevesebbet, akkor meg több olaj marad vissza benne a pelletbe, akkor az már megint veszteség. Tehát nagyon-nagyon összetett dolog volt. Utána a palackozás, honnan vegyünk üveget, szerencsére neki volt. Az első üvegek, emlékszem, tőle érkeztek egy karton dobozba, volt neki 100 darab, ha jól emlékszem, és azt is ide adta, és utána mindent be kellett szerezni, mindent újra kellett gondolni, újra kellett dolgozni rajta, azon, hogy megtaláljuk azt, akitől a legjobb áron és a legjobb minőséget tudjuk beszerezni. Így nekiindultunk, és most még mindig próbáljuk, mert még mindig vannak buktatók, amiket azért még az ember nem lát, de azért ott vagyunk már, hogy most a legjobb kinyeréssel és a legjobb csomagolás technikával rendelkezünk, és igyekünk is, a fiam segít benne, ő egy arculatot tervezett ennek ez a teljesen a saját ötlete, arculatot tervezett ennek a terméknek, és most már pirítunk is, tök magot sózzuk, pirítjuk, és így is csomagoljuk ki, és kerül piacra, próbáljuk értékesíteni. Megcsapott az illata, és ha ezt az ember sokáig illatozza, akkor elég tömény is egyébként, de aztán az hagyján mentünk néhány lépést beljebb, és akkor láttam egy nagyon furcsa gépet, amiből kijött egy ilyen érdekes, mint a medvecukor, de mégsem az, és közben a másik oldalán a gépnek pedig csorgott ki a folyadék, és mindez pedig a napraforgó olaj. Igen, napraforgó olajat is préselünk, ez is saját termékünk, saját előállított napraforgónkból. Az árút, azt árualapot, amin képezi, azt értékesítettük. A nagyobb mennyiséget és egy kézműves mennyiséget állítunk elő, ami nem nagy tétel, és nem kezeljük semmilyen vegyszerrel, tehát nem oldószerrel oldjuk ki, hanem első préselésből 100%-osan préselt olajat állítunk elő, aminek az illata és színe az igazából tényleg a napraforgóra hajaz. Ez egy különleges termék, mert nem nagyüzemi körülmények között, hanem itt a cégen belül készül, de hol lehet megvásárolni? Most tervezzük elindítani egy webáruház programját, ami abba fog segíteni, hogy akik nem tudnak ide kijönni, vagy nem jönnek ki, azok vidékről postai úton, csomagküldőn keresztül tudják majd megvásárolni bankkártyás fizetéssel a termékeinket. Mit lehet tudni a tökmagolajról, az egészséggel kapcsolatosan milyen támogató? Nagyon sok A, B, E, C és D vitamin van benne, mikroelemeket tartalmaz, és nagyon jó az emésztésre, sima izomzat támogatója, és még emellett még féreghajtó hatása is van, mert régen a gyerekeknek a tökmagot adták, hogyha véletlen ilyen probléma jelentkezett a családba, úgyhogy nagyon széles körű. Most láttam valamelyik nap az interneten, hogy nem csak belsőleges fogyasztásra, hanem akár bedörzsölésre is nagyon jó, mert kollagén tartalma az, ami bedörzsölés alkalmassá teszi. Mondjuk válfájdalomra, gerincfájdalomra bedörzsölni a kollagén, ezáltal mondjuk ott szaporodik az a géles anyag? Igen, hozzájárul és segíti ennek a felszaporodását. És mi lesz, hogyha túl nagy lesz a kereslet? Igyekszünk még többet előállítani. Tehát egyelőre akkor nyugodtan jelentkezhetnek először is nyilván a szarvasiak és a környékbeliek, aztán pedig, hogyha elindul a webáruház, akkor ki tudja, hogy elég lesz ez a földmennyiség, ami itt rendelkezésre áll.
Igen, hát nem is a föld mennyiség, hanem amit megtermeltünk, az úgy, hogy mert az fel kell dolgozni, meg hát a gyártókapacitásunk, tehát az, ami meghatározó. Melyek a jövőbeni tervek? Jövőbeni tervek? Hát most sok minden van a fejünkben, sok mindent tervezünk, de a legeslegfontosabb az, hogy a tárolókapacitásunkat bővítsük. Sajnos a meglévővel tudunk most jelenleg gazdálkodni. Szeretnénk pályázatba egy 1200 négyzetméteres tárolót építeni, amihez kapcsolódik egy feldolgozó is. Van egy 989-es évjáratú színszerinti válogatónk is, ami sajnos elavult, és a kor úgy elhalad, a gyártás technológiába, egyéb más informatikai fejlesztésekbe, hogy ez még csak szín szerint válogat, a legújabbak pedig már szín, méret és forma szerint. Itt be kell, ennél még be kell programozni, hogy mit szeretnék kérni a géptől, hogy mit válasszon el, milyen színűt válasszon el az alapnövény színétől. Ott pedig már elegendő, ha lefényképezi a kamera, memorizálja, és utána mi ettől eltérő egy bizonyos százalékos határ fölött utána már válogatja szét. Itt mi most még láttunk zsákokban vetőmagot, de gondolom ez rövidesen elkerül innen. Igen, a tavaszi vetőmagok majd most kerülnek értékesítésre, kiszállításra. Hát ugye, mint mondtam, most április-májusban lesz a vetés időszaka, ha vár majd az időjárás, meglátjuk, hogy ezen mit fog esetleg tolni, hogy Sándor József Benedek mit hoz nekünk, azt majd meglátjuk. Mellettem áll a nagyobbik fiam, aki most végzi Gyoma Endrődön a növénytermesztő technikusi szakot. Molnár Sebestyén vagyok, Szarvason, itt nőttem föl. Édesapámmal mindig is úgy terveztem, hogy a családi gazdaságban szeretnék nagyapámmal, édesapámmal és keresztapámmal együtt gazdálkodni. Ezek is a terveim, szeretném továbbvinni azokat az értékeket, amiket tőlük kaptam, illetve amiket örököltem. Nos, Sebestyén, ez azt gondolom, hogy nagyon dicséretes, már csak azért is, mert édesapáddal beszélgettünk arról, hogy manapság a fiatalok nem pont erre az életpályára vágynak. Így igen, nagyon sokan másfelé kacsingatnak, másfelé más dolgokat végeznek, pedig teremteni, nekünk teremteni kell ezeken a területeken, meg kell teremteni ugye az életet, a búza az az élet volt, hogy a paraszti élet során azért, amit előállítottak, az egy évre kellett, hogy elegendő legyen egy családnak, és azon felül még, hogyha termeltek, akkor azt értékesítették a piacon. De a mai fiatalok inkább most az internet, a számítástechnika, pénzügyek és egyéb dolgok felé mennek el, pedig ennek is megvannak a megnyitott földnek az illata, ha valakit megcsap egy szántásnál, azt semmi sem tudja pótolni, vagy mikor tavasszal a pacsirta elsőt dalolja a mező felett. A Zsuzsanna nap a néphagyomány szerint. Így van, és az most volt ugyan napokkal ezelőtt. Hát reméljük, hogy a jövőben azért egyre több fiatal tér vissza ehhez, és egyre többen választják ezt. Sebestyén, te hogy látod, hogy ebben számodra nyilván perspektíva van, de a magadkorúak nem mindenki így gondolkodik. Hát számomra sosem volt kérdés, hogy mi a cél, de sajnos a korosztályomban elég kevesen vannak azok, akik ezt az utat választanák, vagy sajátot, vagy amiben saját felelősség, munka lenne. Azt is hallottam, mert beszélgettünk korábban, hogy valójában itt most nem csak azzal van baj, hogy az időjárás ilyen körülményeket tud teremteni, hol a nagy szárazság, hol az ekkora belvíz, ami úgy ránézésre is látszik, hogy nagyon jelentős és nagyon komoly károkat fog okozni, de az emberből van kevés. Igen, az ember az, ami a meghatározó most, ugye más szakmáknál és szakterületeken is látjuk, hogy ez a legmeghatározóbb. A mezőgazdaságban is ez, a gépészek, a növénytermesztők, az állattenyésztők is, minden szakterületen, minden területen gond van
Az öntözés például néhány helyen azért nem megy teljes kapacitással egy aszályos időszakban, mert nincs, aki üzemeltesse, mert véges a határa annak, aki üzemelteti a gépeket. Megy a lineár, megy mellé egy-két öntöződob esetleg, és a másik két öntöződob az bennmarad a telephelyen. Számos ilyen gazdálkodó van itt a környékben is, aki ezt elmondta, hogy azért nem tudja üzemeltetni a kilenc öntöződobját, mert megy három lineár, a kilenc dobból pedig megy hat darab dob, a másik három bennáll a telephelyen, nincs ember. Tehát amikor öntözni kell, akkor van más feladat is azért, ugye, egyéb növényápolási feladatok vannak, úgyhogy oda meg a traktorra kell akkor ülni annak, aki arra van hivatva, úgyhogy nehéz. Sebestyén, te céltudatosan készülsz az utánpótlás feladat betöltésére, és úgy látom, az arcodon sugárzik, hogy te ezt kifejezetten szereted csinálni. A társaidról nyilván tudsz, de hogyha netán kedvet kapnának mégis ehhez az elhivatottsághoz, amely egyébként nyilván egy biztos megélhetést jelent a jövőben is, akkor a te saját példádat elmondod-e, hol jársz iskolába, és mit tanulsz ott? Én a Bethlen Gábor, Gyomendrődre járok a Bethlen Gábor mezőgazdasági és élelmiszeripari középiskolába, szakközépiskolába, ott növénytermesztőnek tanulok, mezőgazdasági technikus növénytermesztőnek tanulok, és utána később szeretnék még egy élelmiszer, lehet megcsinálom az élelmiszeriparit is, illetve majd egy főiskolát, meg ami utána még hozza az élet, a sors. Tehát úgy gondolom, hogy ezek szerint te folyton tanulni készülsz, mert látod, hogy mire van szükséged. Igen, igen, de nem mellesleg, ugye, amit édesapámtól, nagyapámtól, keresztapámtól, azt a tudást, ugye, amit az idősebbektől, akár az olajütésbe visszakanyarodva, ott is, amit a legtöbbet tanulunk, azok nem a könyvek, hanem az tapasztalt, idősebb emberek, akár családon belül, akár máshonnan. Amikor a családtagok összeülnek a feladatokat megbeszélni, gondolom van ilyen, akkor most például a látványt figyelve mit lehet ezzel kezdeni? Ez a belvíz, ez valóban sok kárt fog okozni. Milyen tervekkel van a cég? A tavalyi év utolsó hónapjaiban is sok csapadék hullott, és a decemberi betárolt csapadékra még szép számmal érkezett az év első két hónapjában is eső és hó. Igaz, hogy a hó az rövid ideig maradt meg, és nagyon gyorsan elolvadt, és ez okozza a legnagyobb gondot, mert ez biztos táplálékot nyújt a belvíz felszaporodásának. Vannak területek, ahonnan sajnos nem tudjuk levezetni, már megtettük, és próbáljuk azokat a vízfoltokat levezetni, de van, ahonnan már nem tudjuk. Tehát az megmarad, és ez a növény szám csökkenését jelenti, ami ugye terméskiesést fog okozni. Vannak olyan területek, amiket teljes egészében elvisz a víz, sajnos. Azoknál majd, amint lehet, azon gondolkozunk, hogy tavasszal mivel vetjük felül, vagy vetjük újra, de ez egy újabb talajmunkát igényel, tehát meg kell várni, míg teljesen megszárad a talaj, de rá tudjunk menni gépekkel, és meg tudjuk művelni. Még nem tudjuk pontosan mennyi, de van olyan terület, ahol már látjuk, hogy sajnos újravetés szükséges, van olyan terület, ahol közel 30%-os kiesés van. Ott, ha úgy van, hogy a táblának egyöntetű részén vagy egybefüggő részén van, ott akkor azt vetjük csak felül, a többit azt meghagyjuk az eredeti növénnyel, az őszi növénykultúrával. A februári egyhetes fagyhullám okozott-e valami gondot a vetésben? A növényeink 2-4 leveles, a repcénk 2-4 leveles állapotban, vagy inkább tőlevélrózsás állapotban ment be a télbe. A gabonáink azok pedig szög állapotban kapták meg ezt az egyhetes fagyot. Hál' Istennek, hogy csak 8 és 10 fok volt erről az oldalról, viszont jobb lett volna egy kicsit nagyobb fagy is, hogy a kártevők egy kicsit ritkuljanak, mert ugye a fagy őket megtizedeli, áttelelésüket
gátolja, és így a növényeink úgymond jól mentek bele ebbe a hótakarás, részbeni hótakarás, vagy hótakarás nélküli fagyos időszakba. Reméljük, hogy jól is fejlődnek tovább, a további fejlődésük is megfelelő lesz. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a tavasz, mert hogy ez sajnos nem kívánság műsor, az biztos, hogy ez a tavasz időjárás ennyire melegen, ez nagyon jót tesz ennek a rengeteg belvíznek, mert hogy mi kellene még hozzá, ezt nem csak a meteorológus tudja, hanem... Egy kis szél kellene még, napsütés és szél. Ebből a napsütés most egyelőre velünk van, a szél az még hiányzik, és utána majd egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, tehát most lehet kívánni. Igen, hát szeretnénk, hogyha minél hamarabb el tudnánk kezdeni a tavaszi munkákat, úgyhogy meglátjuk, mit hoz az idő, úgyhogy ebbe bízunk, hogy jó idő lesz, más nem tudunk tenni.